Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Lehet, hogy úgy gondolják, hogy én most itt valami stahanovista vagyok, aki egyfolytában tölti fel a filmeket. Valójában nem erről van szó, hanem én is szeretnék elmenni pihenni, és úgy gondolom, hogy legyenek fent filmek, hogy amíg nem vagyok idehaza, vagy amíg úgymond nyaralok, addig legyen mit nézniük. Elsősorban asztrológiai jellegű tananyagokat töltöttem fel az elmúlt másfél évben, és most megpróbálok, illetve ez egy rossz szó, már saját magamra rászólok, tehát most megteszem azt, hogy az életgyakorlatból hozok különböző használható módszereket. Na most ezeket a módszereket én a saját gyakorlatomból, a saját életutamból hozom. Nem kell érte Eckhart Tollét olvasnom, mert múltkor, illetve a tegnapi videó alá valaki beírja, hogy Eckhart Tolle. Elnézést kérek, lehet, hogy nagyon buta vagyok, én nem olvastam Eckhart Tollétól semmit. Nem volt már arra időm, hogy Eckhart Tollét olvassak. Nem azért, mert olyan nagyképű vagyok, hanem mert dolgom akadt, mert tettem a feladataimat, és most már ugye én nem hivatkozhatom arra, hogy tehát több mint 50 éves és több mint 40 éves pszichológiai gyakorlattal rengeteg emberrel dolgoztam az életem folyamán. Most már nyugodtan mondhatom, hogy a vége felé járok, nem kívánok börtönbe vonulni, tehát nem fogom magam pszichoterapeutának hívni, de 8 féle kiképzettséggel rendelkezem, függetlenül attól, hogy a törvényalkotók azok mit gondolnak erről. Nem vagyok klinikai szakpszichológus, ennek következtében nem hívhatom magam terapeutának. De ez a törvény most jött, az azt megelőző 40 évben annak hívhattam magam, és nevetséges sajnos ez a magyar törvényalkotás, mert ha elmennék Ausztriába, akkor nyugodtan kiírhatnám az ajtómra, hogy milyen pszichoterápiás eljárásokat gyakorlok vagy ismerek, miből kaptam kiképzettséget. Na mindegy, én nem vitatkozom senkivel, viszont az elmúlt 42 évben volt rá alkalmam pszichológiai értelemben is, hogy emberekkel dolgozzak, emberekkel foglalkozzak, embereknek segítsek a saját életcélját megtalálni, a saját élet problematikájában eligazodni, stb. Nem magamat szerettem volna fényezni, csak valaki beállít engem ennek, vagy annak, vagy amannak. Sokoldalú ember volnék, vagy... Én nem szeretem ezeket a kliséket. Sok mindennel foglalkoztam, sok mindent csináltam. Nem voltam rest paradicsomot ültetni és gondozni, permetezni, kapálni. Díszhaltenyésztő is voltam egy ideig. Betanított autószerelő is, szóval sok mindent csináltam. És nyilván ezek mind jó tapasztalatok voltak. Voltam kocsmáros, meg zöldséges, meg... Voltam felszolgáló a busuló juhászban, fent a citadella alatt, úgyhogy az életnek sok területén sok tapasztalatot szereztem.
mert érdekelt, mert utána néztem, 2 évet lehallgattam a Semmelweis klinikának az anatómia tanszékén. Az orvosok se értették, már pontosan az orvost a hallgatók, hogy na de hát nem leszel orvos. Hát mindegy, én szeretném ismerni ezt a részét is a dolgoknak. Tehát lapozzunk. Nem ezért ülök itt. Nem magamat szeretném bizonygatni, csak amikor ugye emberek azt gondolják, hogy ez asztrológus, hát mit ért hozzá? Kapaszkodjanak meg. Értek. Értek. 8 féle pszichoterápiás kiképzettséggel rendelkezem. És nem ma kezdtem, hanem 1979-80-as évben. Tehát azért mondom, hogy most már idestóban 42 év van mögöttem, és ez nem elmélet volt, elméletet tanultam, aztán ezt átvittem a gyakorlatba. És úgy gondolom, mert azért az embernek tisztába kell azzal lenni, hogy jól süt-e palacsintát, vagy rosszul süt palacsintát, én úgy gondolom, hogy jól sütöttem a palacsintát. Mellesleg tudok palacsintát sütni. Nos, a tegnapi anyagnak, amellyel megpróbáltam az, tehát nagyon sok olyan gyakorlati összefüggést tudnék önökkel megosztani, amivel a mindennapjaikat sokkal boldogabban élhetnék meg. Csak meg kellene fogadni azt, amit mondok. A múltkori alkalommal, mármint a múltkori, tehát a tegnap feltett videómban arról beszélek, hogy van egy úgynevezett itt és mostban való lét, és akkor most tovább mennék. A cím az lehet érdekes, ugye azt a címet adtam ennek a videónak, hogy mitől el és mi felé. Egy másik régebbi videómban beszéltem már erről, de azt hiszem, hogy vannak dolgok, amit nem baj, ha az ember ismétel. A mitől el, az valójában azt jelenti, hogy valamitől félek. Valamit el akarok engedni, valamit el akarok ereszteni, vagy még súlyosabban fogalmazva, valami elől menekülök. Pontosan ez a lényege az egésznek. Amíg menekülök, tehát biztos hallották már ezt a kifejezést, vagy ezt a mondatot, hogy az ember a saját félelmének a tárgyával szembe kell, hogy nézzen. Ezért nem mindegy, hogy mit akarok leváltani, mitől akarok megszabadulni, vagy mi az, ami felé megyek. Többek között az olimpia is egy ötletadó volt ebből a szempontból. Ha most elég friss az élmény, végignéztem a magyar lányok és az amerikai lányok vízilabda meccsét, és gyönyörűen lehetett látni, ahogy a elég nagy arcú amerikai lányok egyszer csak megtapasztalták azt, hogy itt egy ellenféllel találkoztak. Eddig nem volt nekik ellenfél, most itt egy ellenféllel találkoztak. A magyar lányok a mifelé koncepcióját követték. Ők pontosan tudták, hogy győzni akarnak. Az amerikai lányok a végén már csak arra koncentráltak, hogy el ne veszítsék ezt a meccset. És mivel a veszteségre koncentráltak, hogy el ne veszítsük, a nemmel nem tud az agy mit kezdeni, a tagadással nem tud mit kezdeni az agy. Tehát a ne veszítsek, ha a ne szócskát levágom, akkor az jön oda, hogy veszítsek. Tetszik ezt érteni?
Ez tiszta NLP, amit most mondok önöknek. 90-es évek elején végeztem el az NLP-t. Neurolingvisztikai programozás, az a, annak a rövidítése. És a programozáson itt nagyon-nagyon nagy hangsúly helyeződik el, mert magunkat állandóan programozzuk valamire. Ismerjük is a magyarba ezt a kifejezést. Mi a programod mára? Mit programoztál a jövőre? Milyen programot választasz a jövő héten? Ismerjük ezeket a kifejezéseket. Az a kérdés, hogy van egy koncepcióm, és ezért valami felé megyek, az nagyon fontos, hogy a koncepciómban hiszek. Ezért mondja a Birodalom visszavágban a Yoda mester, a Luke Skywalkernek, amikor a repülőt, hát ugye a repülője elsüllyed ott a mocsárba, és akkor mondja neki a Yoda mester, hogy hát köveket tudsz gondolattal emelni, akkor neked az nem probléma, kiemeled a mocsárból a repülőgépet. A Luke Skywalker ezt nem akarja elhinni. És azt mondja, hogy megpróbálom. És erre azt mondja neki a Yoda mester, hogy tedd, vagy ne tedd, de sose próbáld. Tehát mivel egyértelműen a többségében nem olyan sokkal, de mindenképpen egy 60%-ban a hölgyek nézik ezt a műsort, ez a kis statisztikában kiderül, de van, amikor kétharmados az arány, ezért a hölgyek jelentős része, aki úgymond tud főzni, vagy tud palacsintát sütni, azoknak, ha azt mondom, hogy sütnél le nekem egy palacsintát, nem azt mondják, hogy jó, megpróbálom. Ennek következtében nyugodtan mondhatjuk azt, hogy vagy hiszek abba, amit csinálok, vagy nem hiszek benne. Nem megpróbálok biciklizni, hanem biciklizek. Vagy nem biciklizek. Nem megpróbálok úszni, hanem úszom, vagy nem úszom, rögtön kiderül, hanem úszom, mert akkor elsüllyedek. Tehát az, hogy miben hiszek, ugye abban is hinnem kell, hogy paprikás krumplit készítsek ma ebédre. Ha ebben nem hiszek, akkor nem lesz belőle paprikás krumplit. A negatív érzések, a negatív szuggesziók elviszik a figyelmünket a negatív irányba. Ezért a mitől el a lehető legrosszabb koncepció. Ha én bennélek egy házasságba, de már nagyon nehezen viselem a társammal való kapcsolatot, és ezért sürgősen keresek magamnak valakit, akivel jól érzem magam, az a mitől el koncepció. Tehát nem megoldom és lerendezem a jelenlegi kapcsolatomat, hanem elmenekülök belőle egy másik ember karjaiba. Ez nem jó koncepció. Hiába lesz esetleg ebből egy újabb házasság, nagy valószínűséggel majd ebből is menekülnöm kell, mert nem tanultam meg kitűzni egy célt és azt elérni. Kitűzni egy célt és azért küzdeni. Ez azt jelenti, hogy elkötelezetten hiszek abban, hogy oda el fogok jutni, hogy azt elérem. Ha csak fanyalgok, morfondírozok rajta, akkor nem hiszek benne. Az egyik legrosszabb mondat, ami úgy kezdődik, hogy jó lenne, ha. Tessék szíves ezt azonnal törölni. Teljesen rossz mondat. Nagyon rossz program. Jó lenne, ha. A jó lenne, ha-ban már benne van, hogy igen, jó lenne, ha, de a mondat úgy folytatódik, hogy én erre képtelen vagyok. Vagy hiszek egy külső szerencsébe, és magamat ebben nem teszem bele. Nem működik. Csak az működik,
ahol én oda teszem saját magamat, hiszek saját magamba, úgy megyek előre, hogy van egy koncepció. Na most mi van akkor, amikor becsapja magát az ember? Azt hiszi, hogy van egy koncepciója, és mégse sikerül. Most az a helyzet, hogy nagyon sokszor a félelmeinket elnyomjuk a tudattalanunkba. És a félelmeink azok kihajtanak, mint egy virág. Tehát, hogyha mi lesz, ha nem fog sikerülni a felvételim az egyetemre? Így nem lehet neki menni. Sikerülni fog. Tehát a mi lesz, ha az azt jelenti, hogy nem hiszek benne, hanem azt jelenti, hogy bizonytalan vagyok. A mi lesz, ha az a bizonytalanságról szól. Aztán van, hogy vannak eleve negatív beállítódásaim. Ilyenkor van az, amikor beszélgetek egy ilyen emberrel, akinek van már egy negatív hiedelme önmagáról, az életről, úgyse sikerül, stb. Az ilyen típusú ember, az meghallgatja a tanácsokat, mint például most is esetleg megnézi a kedves néző a filmet, majd következik az a mondat, ami így kezdődik, hogy igen, de... Egy baj van, csak. A magyarban ezek a kötőszavak, a de, az azonban, a csak, ellentétes mondatokat vezetnek be, vagyis magyarul. Meghallgatom, amit maga mond, de. Folytatom. Nem hiszek benne. Ténylegesen, igazában véve, ha ezt még szebben átfordítjuk, akkor meghallgatom, amit mond, de én nem hiszek magamban. Igazában véve nem bennem, nem az általam elmondott dolgokban, hanem az általam elmondott dolgok és a magamról kialakított hitem, azok köszönő viszonyban nincsenek. Na ezek mind arról szólnak, hogy mitől el. A mi felé az azt jelenti, hogy van egy szándékom, motivált vagyok, örömömet lelem benne, és nem riadok meg a kudarctól. Tehát a kudarc benne van. De ez nem veszi el a kedvemet. Sütök palacsintát, kettőt odaégetek rögtön az elején. A francba ezzel a palacsintával, inkább eszem, mit tudom én, tejbegrízt. Nem így működik a dolog. Illetve így nem működik a dolog. Tehát ugye nekem már egy hátizsák tele van az ilyen mondatokkal, hogy hát igen, igen, jó magát hallgatni, de nekem sose sikerült. A helyzet a következő. Én ilyenkor mindig leszoktam bontani ABC szintjére a dolgokat. Ne haragudjon, kedves hölgyem, uram, mi nem sikerült önnek? Járni tud? Járni, hát persze. Értem. Akkor nem mondja, hogy nem sikerült, mert például jár. Megtanult késsel villával enni? Persze. Hát akkor nem mondja, hogy nem sikerült, mert például tud késsel villával enni. Van minden nap? Elmegy a vécére minden nap? Általában igen. Nem mondhatja, hogy nem sikerült. Ha nem sikerült volna, maga már lemérgezte volna a szervezetét. Beszélni megtanult? Igen. Tud biciklizni?
még. Akkor miért mondja, hogy nem sikerült? Sokkal több dolog sikerült az életünkben. Ugye azt mondjuk, hogy na de hát az természetes. Nem az. Nem az. Rengeteg mindent megtanulunk kicsi csecsemőkorunktól kezdve. Rengeteg mindent, és ez a rengeteg minden, ez arról szól, hogy sikerült. Sikerült beszélni, sikerült járni, sikerült rajzolni, megtanultuk az iskolában, lehet, hogy nem szépen az írást. Ezek nagyon nehéz és bonyolult feladatok, mind megtanultuk őket. És még számtalan más dolgot megtanultunk. Tehát azért mondom, érdemes lemenni ABC szintre. Na jó, 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 de mit tudom én, a házasságom nem sikerült. Bocsánatot kérek. Itt van megint egy kifejezés. A házasságom nem sikerült. Nem igaz. Nem igaz. Elmentem, házasságot kötöttem. Házas vagyok? Akkor sikerült. Hogy nem érzem benne magam jól, az egy egészen más kérdés. Hát hülyeségeket ne beszéljünk. Tehát imádunk úgy fogalmazni, hogy ilyen jó nagy általánosságokba, amiben jól be lehet söpörni mindent. Véletlenül se kelljen a részletekbe elmenni, mert akkor a részletekből kiderül, hogy hát valójában miért, ha nem érzi jól magát a feleségével, akkor miért vette a feleségül? Hát mert azt mondták anyámék, hoppá! Tehát nem a saját döntésem volt, hanem azt mondták anyámék, azt mondták a barátok, rábeszéltek a barátnők. Ugyan már, kérem szépen. Arról nem beszélve, hogy ha valaki azt mondja, hogy a házassága nem sikerült, akkor fölmerül az a kérdés, hogy most éppen melyik napról beszélünk. A házasságának hanyadik napját tölti éppen? A 3500-at. Értem. Vagyis nagyjából 10 éve házasok. És ebből egy nap se sikerült? Tehát azt akarja mondani, hogy benne van egy kapcsolatban, ami 10500 napon keresztül csak rossz volt. Meg lehet ám fogni az emberek általánosítást secperc alatt, csak be kell vinni konkrétba. Abban a pillanatban ő maga is meghökken, mert azért ilyen hülyeséget nem állít senki se, hogy 10500 napja rossz volt. Mert akkor meg az a kérdés, hogy bocsánat, maga egy ilyen szerencsétlen, aki 10500 napon keresztül szenvedett, és miért? Miért nem hagyta abba már a 300. napon, a 286-on, az 3006-on? Hát miért vitte mostanáig? Tehát ezek nagyon-nagyon izgalmas dolgok, és ezeket persze fel kell. Tehát ugye nem jó dolog szembenézni önmagunkkal. Nem jó dolog esetleg szembenézni a saját teszetoszaságunkkal, esetleges döntésképtelenségünkkel. Imádom ezeket a félrevezető dolgokat. Azt mondja például valaki, hogy el akartam én már válni, csak nem tudtam dönteni. Bocsánatot kérek. Nem igaz. Nem igaz. 10 éve itt van a felesége mellett. El akart válni, csak nem tudott dönteni. Dehogy nem. Minden nap döntött. Minden nap egy újabb napra döntött. Azért van már 10 éve vele együtt. Minden nap döntött. Abban az értelemben nem tudott dönteni, hogy elhagyja,
abban az értelemben nem volt elég bátor, hogy azt mondja, hogy kiszállok a buliból. Vagy úgy is megfogalmazhatjuk, hogy még mindig talált annyi értéket benne, hogy benne maradt. Hát, nagyon-nagyon meg lehet fogni ezeket a, és a fonákára lehet, tehát nagyon sokszor a kifejezések, amelyeket használnak az emberek, ha a fonákjára helyezzük, akkor nagyon izgalmasan látszik, hogy mi az igazság. A mi felé stratégiája azt is jelenti, hogy felvállalom magamat, hiszek magamba, döntéseket hozok annak az érdekébe, hogy elérjem azt, ami felé kitűztem a célomat. Nem mindegy, hogy milyen időarányosságban teszem ezt. Mert mondhatom azt, hogy el akarok menni Amerikába. Már 70 éves vagyok, de még mindig nem mentem el Amerikába. Tehát az egyik nagyon fontos dolog, hogy ha megvan a célom, akkor a következő, hogy azt a feltételt is megkérdezem magamtól, hogy mennyi időt adok magamnak erre. Mennyi idő alatt akarom ezt a célomat elérni. Kell önmagunknak határidőket szabni. Tessék csak belegondolni, hogy ha az ember azt mondja, hogy elmegyek fürdeni, akkor nem azt mondja, hogy 10 év múlva elmegyek fürdeni, vagy 1 év múlva elmegyek fürdeni. Most elmegyek fürdeni. Időben, tehát van egy szándék, van egy kitűzött cél, mifelé megyek, a fürdőszoba felé megyek, mert fürdeni fogok. Tehát van egy elhatározásom, és van egy időkeretem, mert azt mondom, hogy most megyek fürödni. Az időkerettel az ember úgymond behatárolja, hogy mikor fogja megvalósítani. Minél távolabbra helyezzük a cél elérését, most természetesen van egy bizonyos fajta reál, tehát mit tudom én most, nem tudom jelen pillanatban, hogy kell-e vízum Amerikába, de például, hogy most azt mondom, hogy elmegyek Amerikába 1 éven belül. Arra van lehetőség, mert az alatt az idő alatt meg lehet szerezni a repülőjegyet, meg lehet szerezni, ha kell vízumot, tehát mindent meg lehet szerezni az utazáshoz, illetve természetesen annak az anyagi fedezetét is, ha már nincs meg. Nagyon nagy különbség az, hogy el szeretnék menni, vagy el megyek. A szeretnék, az még azt jelenti, hogy nem vagyok benne biztos. Az feltételes módban van. Az elmegyek, az kijelentő módban van. Az határozottságról szól. Az arról szól, hogy döntöttem. Ugye, a fürdésnél nem vagyok bizonytalan, elmegyek fürödni. Természetesen mondhatják kedves nézők, hogy igen, de mit csináljon egy pánikbeteg, mit csináljon egy depressziós, mit csináljon, stb. Távterápiát képernyőn keresztül, ezek azért nem vicces dolgok, ezek az esetek, ezek traumák, ugye egy traumának a feldolgozása. Hát azért az sem mindegy, hogy most egy halottat kell elengednem, egy házasságot kell elengednem, egy munkát kell elengednem, saját magamban kell elengednem mondjuk azt, hogy eddig volt 2 lábam, de most levágta a vonat az egyiket, az egy trauma. Azzal kell valamit kezdeni. Nyilván én most a mindennapi élet stratégiáiról beszélek, a súlyos, dramatikus, traumatikus eseményekről,
Egyrészt azért sem, mert minden ember és minden eset más és más. Nyilván vannak közös nevezők. Ha vannak bizonyos fajta igények, amelyeket nyilván úgy fogok megkapni, hogyha a kedves néző hozzászól ehhez a filmhez, akkor azt tudom vállalni, hogy általánosságban tudok beszélni a problémáról. De csak kognitív módon, mert valójában egyéni terápiákat nem lehet képernyőn keresztül végezni. És én már nem is végezhetek, mert mondtam, hogy van egy törvény, tehát nem vagyok klinikai szakpszichológus, tehát ez azt jelenti, hogy mostantól kezdve én már pszichoterápiát nem vezethetek. Viszont a tudásomat azt átadhatom így. Ezzel nincsen probléma. Az nincs tiltva a törvény. Nos, szerintem most is mondtam jó pár olyan dolgot, amin lehet filozofálni, emészgetni, és engedjék meg nekem, hogy most még a héten, meg a jövő héten folytassam ezeket a kis szösszeneteimet, amelyekkel valójában azt szeretném sugallni, hogy vegye mindenki kézbe már az életét, vegye és vállaljon önmagáért felelősséget, de szeretettel tegye, elfogadóan, önmaga felé, és akkor a világ is egy más színben fog megjelenni. Úgyhogy, hát most azt hiszem, hogy a legközelebbi alkalommal a félelmekről fogok beszélni, hogy mit kezdjünk a félelmekkel, a félelmeinkkel. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy meghallgattak. Legyen szép napjuk, jó napjuk, örömteli napjuk. Sikerüljön minél több dolgot, amit szeretnének elintézni, megoldani, megcsinálni. Haladjanak afelé, ami által örömtelibb lesz az életük. És ne azzal foglalkozzanak, hogy mitől el. Kétszeres tagadás. Nagyon csúnya mondat volt a végére. Isten áldja önöket, viszontlátásra.